meglepetésként ért, és nagyon nagy megtiszteltetés. És hát igazából az, hogy az ember egy díjat kap, tőlem független dolognak élem át, mert semmi befolyásom nincs. Hát én tényleg csinálom csak a saját dolgomat, most már 50 éve, és hát nagyon örülök, hogyha ez ilyen elismerésben részesül. Amellett, hogy voltak különböző korszakaim, amellett mindig volt 5-6 zeneszerző, aki állandóan ott volt a hozzám legközelebb állók között. Ilyen például Bach, Haydn, Schumann, Liszt, Debussy, talán őket mondanám elsősorban, de Bartókot is természetesen rengeteget játszottam. Mindig új egyébként, ez mindegy, hogy az ember hányszor, egy remek műnél mindegy, hogy hányszor játsza az ember, az mindig újnak hat, nekem is. 1985 óta játszunk rendszeresen együtt Klukon Edittel, feleségemmel, zongoradúókat, most már több mint 500 koncertet játszottunk együtt. Tehát ez egy nagy adomány az élettől, hogy nem csak házas párként vagyunk egymás társai, hanem a zenében is. És hát csodálatos érzés az egész. Az utóbbi években pedig volt jó pár olyan alkalom is, hogy a kisebbik fiunkkal, Fülöppel, aki szintén zongorista lett, idősebbik fiunk Soma, ő építész lett, egyébként építőművész lett. Általában, amikor hárman szereplünk egy koncerten, így családilag, akkor Fülöp szokott szólót játszani, és mi ketten Edittel pedig négykezest, vagy esetleg két zongorást.